A generál konferencia elindít egy új, bátor, nagyszerű kezdeményezést. Teljes tagbevonás névvel. Teljes szívből hiszem, hogy Jézus nagyon hamar visszajön. Minden gyülekezeti tag tehet valamit. Erről szól a teljes tagbevonás program. Az Úr hatalmas felelősséget helyezett a szívemre. Felelősséget, hogy segítsek mindenkinek felismerni, hogy mindannyiunknak részt kell venni Isten végidei üzenetének terjesztésében. Ez az ige hirdetésétől egészen az ige megéléséig terjed, mindenben követve Krisztus példáját. Segíteni az embereken fizikailag, lelkileg, mentálisan és érzelmileg. Több ezer laikus tag aktív bevonása a Biblia tanulmányozásba, hogy együtt imádkozzanak szomszédjaikkal, terjesszék az ezzel kapcsolatos irodalmat, de bármit is értünk el eddig, az még nem teljes tagbevonás. Az egyik legnehezebb kihívás, amivel szembe kell néznünk, az ördögnek az a próbálkozása, hogy semlegesítse missziós törekvéseinket és összefogásunkat, ha nincs kapcsolatunk Istennel. Emlékszem, azt írja Ellen White a Jézus élete című könyvben, hogyha Krisztushoz hasonló jellemet szeretnénk, úgy kell dolgoznunk, ahogy ő tette. Ez a szolgálatról, a bizonyságtevésről szól, az újjáéledésről, amit a szívünkbe hoz. Ezért vagyok olyan lelkes a teljes tagbevonás programmal kapcsolatban. Olyan sok példája van világszerte, hogy Isten mit tesz tagjaink keresztül, azokon keresztül, akik igazán elkötelezettek felé. Chitugmizában, a zimbabwei Harareban emberek ezrei végzik a különleges feladatot, hogy Isten csodálatos üzenetével érjenek el másokat. Akár azzal, hogy látogatnak, akár egészségexpókat szerveznek, biblia tanulmányozást vezetnek, akár csak barátságosak az emberekkel. Akármi is ez a szolgálat, részesei egy nagyobb valaminek. Csak Zimbabwében több mint 818 tévéműsort sugároztak egy időben az egész ország területén, melynek a végén 30 ezer ember keresztelkedett meg. Nagyszerű példa a texasi San Antonio, ahol szó szerint ezreket vontak be a városban élők elérése érdekében. Több mint 700 ember keresztelkedett meg. Ami igazán lenyűgöz San Antonioval kapcsolatban, és ez a legjobb útja a segítségnyújtásnak, hogy 1500 ember vett részt a több mint 6100 ember egészségügyi ellátásában, akik közül sokan egész éjszaka sorban álltak, és közben azt figyeltem, hogy milyen csodálatos, amit Isten tett. A zimbabwei Harareban több mint 30 ezer ember érintett ebben a különleges missziós programban, amiről azt mondja Isten, hogy az evangélium jobb keze. Vannak, akik azt mondják, wow, micsoda hatalmas dolgok történnek, de mit tehetnék én a saját kis világomban? Mi a helyzet a világ nehezebben elérhető részeivel, a posztmodern kultúrával? Tudom, vannak olyan területek, ahol ez a munka sokkal nehezebben végezhető, mint máshol, de ha nem hiszed el te magad, hogy megnyerheted az embereket Isten számára, nem is fog sikerülni. El szeretném mondani, hogy az Úrnak mindannyiunk számára van feladata, és ő meg fog áldani teljesen független attól, hogy amit végzel, milyen kicsi vagy milyen nagy. Azzal, hogy teszel valamit, megnyitod az utat Istennek az áldásokra. A legfontosabb tényező a te Isten iránti elkötelezettséged, és az, ahogyan Krisztus egyedüli módszerét követed. Hogyan lehetek én egy gyülekezeti tag részese a teljes tagbevonás programnak? Az első dolog, amit szerintem különösen fontos, térdeljünk le egy imára és mondjuk el. Uram, rád figyelek, neked adom magam. Mit szeretnél, hogy tegyek? Bármi legyen is az, akár közben járó imádság, legyen az az ima közösség szolgálata, akár aktívan részt venni az egészségügyi szolgálatban, vagy épp a könyvmisszióban, akár a gyermekszolgálatban, akár bibliaórákkal, vagy igehirdetésekkel. Óriási felelősséget érzek, és ezt szeretném átadni nektek. Mindenkinek van Isten által biztosított feladata. Mindenki lehet Jézus misszionáriusa. Nem számít, hogy egy kifinomult társadalomban élsz, vagy egy egyszerűbben, Isten mindannyiunkat képes használni.
Jézus azért adta nagy misszióparancsot, hogy menj, prédikálj, taníts. A misszióparancs személyesen neked szól, és nekem. Nem számít, hogy ki vagy. Le tudunk-e térdelni és azt mondani, Jézus, szeretnék aktív tanítványod lenni. Azt szeretném, ha teljesen mindenestől bevonnál, mindenestől az egész gyülekezettel együtt a teljes tagbevonás programban.